A mai alkalommal három nagy témánk lesz. Az egyik az Ármán, a másik az Iga, és a harmadik pedig a Vasorú. Ez a jótengerben három könyv, és három nagy témakör is. Ármán az a rossz miben létéről, keletkezéséről és működéséről szól. Az Iga az az emberi életet szabályozó nagy erkölcsi törvényekről, és a Vasorú az pedig az ünnepekről, az ünneprendszerről. Kezdjük tehát Ármán miben létéről. Ez azért nagyon érdekes, mert a jótengrit szerinti hitvilágban jó és rossz nem egymás ellentétei. Olyan értelemben nem egymás ellentétei, hogy nem egyenrangúak. Ahogy a jótengrit fogalmaz, fény van ágytalan. Tehát a rossz nem szükségszerű tartozéka, úgymond a világnak, nem szükségszerűen van jelen. És érdemes azon elgondolkodni, hogy mégis jelen van. Vajon miért? Erre is kapunk magyarázatot, mégpedig a jótengrit szerinti magyarázat az az, hogy a rossz Ármán mégiscsak úgy keletkezett, hogy az istenség önmagából kivetette, tehát eredetileg az istenség része volt. Ami viszont az erejét gyöngíti, és ami a gyenge pontját adja ennek az úgymond rossz erőnek, Ármánnak, hogy nemtelen. Érdekes a magyar nyelv, mert két jelentése is van. Egyrészt, hogy nem nélküli, másrészt pedig, hogy nem nemes. És Ármánra ez mindkét értelemben használatos. Nem nélküli olyan értelemben, hogy szerves teremtésre képtelen. Tehát csak rontani-bontani tudja a teremtést, illetve önmagát megsokszorozni. Hogyan ír erről a jótengrit? Ez az Ármán első rovatában olvasható. Midőn az istenség ketté hasadt nőistenre, meg hímistenre, Ukkó anyánkra, meg gönőzapánkra. Gönőzapánk, ki Ukkó anyánk tengritnek nevezett, kiveti magából rossz tulajdonságait, és azok gazdátlanná váló szitáló ködnél finomabb szellemanyag fölhőként levetnek. Isten anyánk, meg Isten apánk szellem gyerekei pedig látván, hogy az egek erejének fele gazdátlan, kísértésbe estek, hogy azt magukhoz ragadják. A legerősebb szellemgyerek, kit Udagnak neveztek, szól a ezügyben testvéreihez. Ímé, az egek erejének fele gazdátlan, álljunk össze, ragadjuk magunkhoz, egyesüljünk hatalmas istenségé, hogy szavunk legyen a végtelenség határai között, meg uralkodjunk az emberen. A szellemek egyharmada rálott erre, másik harmada ellene fordult, harmadik meg sem erre se tapadt, mondván, nagy baj támadhat ebből kemény hadakozás. Ki tudja, melyik riadalmaskodik. Ha egyike mellé állunk, a másik a győz, avval gyűlik meg a bajunk. Ha a másik a mellé állunk, és az egyike győz, akkor emelvel. Így tehát a szellemvilág is három felé szakadt rögtön, Udag Ármánkodása révén. Érdekes módon van egy másik teremtés történetbeli része ennek, amiben a rossz kivetése egy kicsit másképp történt. De maradjunk ennél a résznél. Tehát ez azért nagyon fontos teremtés történetileg, mert nem úgy van, mint a legtöbb vallás teremtés történetében, hogy adott volt a jó, meg adott volt a rossz. Tulajdonképpen itt a kettősség, a dualitás nem ebben nyilvánul meg. Ármán tehát nem egy egyenrangú ellenfél. És mégis az embernek itt hatalmas felelőssége van Ármán könyve szerint. A felelőssége pedig abból áll, hogy a saját szellemanyagával az ember nem mindegy, hogy hova áll, hogy a jó erőit, vagy a rossz erőit gyarapítja. A jó istenség szellemanyagát, vagy pedig elvész Ármán seregei között.
Nagyon sokat ad még a rossz és álmalmi bellétéhez a következő rész is. El is pusztult volna minden, mert a földön hóviharok söpörtek, Zúz ülte meg a fák rügyeit, jégben álltak a vizek. Ukó istenanyánk azonban barlangokat nyitott, melengette az erdők avarját, meg leheletével óvta a gyökereket. Jó is volt így, mert időbe tellett, még tengrét udagon fölül kerekedett. Naporcájú istenatyánk szalvasbikává változván, kilencágú lángoló agancsával fölöklelte Ármán pusztító telét. Üldözőbe vette Ármánt, akiből sikerült kitépnie egy darabot. E darab neve büntetés. El is tűnődött ezen Isten mondván, bizony, ez bosszú, ha vesszük, de igazság, mely lényegem. Kerektelen szekér, talpatlan szán, büntetés és bűnhődés híján, ezt megtartom. Szükséges rossz, tartozzék lényemhez. Tehát a rosszon való győzelem következményeként alakult ki a szükséges büntetés. A jóban is szükséges rossz. Ettől kezdve tartja számon az ég a jó és rossz cselekedeteket egyaránt. Bünteti a rosszat, jutalmazza a jót. Isten ettől kezdve oltalmazza az embert Ármán minden ártalmától. A jó embert. A megáltalkodott rossz lélek pedig Ármán zsákmánya. A jó istenek nem várnak csúszásmászást. Nem ártanak haragból meg szeszélyből. Ők csak büntetnek, ha védkeztél. Ennek okáért tedd jóvá, ha kárt okoztál. Itt láthatjuk azt, hogy az egész elv hogyan hatja át még a mindennapokat is. Hogyan következik a rossz miben létéből az, hogy miért szükségszerű a büntetés, hogy miért szükségszerű jóvá tenni, hogyha védettünk, hogyha rosszat okoztunk. Ennyit tehát a rossz miben létéről, Ármán könyvéről. Ami még nagyon fontos ebben, hogy a jótengri határozott álláspontja az, hogy a jó istenek nem bosszúállók. Szeszélyből nem döntenek, szeszélyből nem állnak bosszút. És szükségtelenül. Tehát van egy alapvető bizalom az égi hatalom iránt, ami már a Teremtés könyvében is megnyilatkozott. Kölcsönösen, hiszen az Isten pár örült annak, hogy az ember pár tudás szomjazott, örült annak, hogy a szép ráhítozott, hiszen ettől lett ember az ember. Vessük össze ezt mondjuk az Ószövetség teremtés történetével, ahol bizony, mert a tudás fájáról lettek, kiűzettek a paradicsomból. Mennyivel más az istenek és az emberek viszonya? És itt hozzátartozik az is, hogy az ember nem kiszolgáltatott, úgymond Isten szeszélyének, a jótengrit teremtés, a jótengrit Ármán könyve szerint, hiszen ő eldöntheti, hogy hova áll. Eldöntheti, hogy mit választ. Felelősséggel is tartozik a döntéséért. Ezt a felelősséget közvetíti a jótengrit egy másik könyve, amit igának neveznek. Mi is ez az igaz? Maga a jótengrit fogalmazza meg. Egek alkotta törvény, emberért, állatért, mezőért. Tehát az egész teremtett világért, hogy a teremtés lánca nem csak fönnmaradhasson, hanem fejlődhessen a maga teljességében. Ezeket a törvényeket foglalja össze az iga, egészen a nagy törvényektől kezdve, úgymond le a mindennapokig. Mi ennek a lényege? Nagyon egyszerűen megfogalmazható, és ezzel is kezdődik. Mindent szabad, ami nem árt másnak. A mondat mindkét része nagyon hangsúlyos. A jótengritet, a bűnvallást elég sokszor vádolják liberalizmussal.
mindent megengedéssel. Holott pedig ott a mondat második része is, ami nem árt másnak. És ez egy nagyon kemény, egy nagyon, nagyon komoly határ. Ugyanakkor följogosít az önvédelemre is, ha nekünk próbálna más ártani. Ezt az egy mondatot, ezt tovább fejtegeti, mégpedig, amit úgy nevez, hogy töméntelen törvény négy igében. Ne bánts, ne áts, istápolj, segíts. Ebben benne van az is, hogy az, hogy az ember jót vagy rosszat tesz, jó vagy rossz, hogy valami egyáltalán jó vagy rossz, azt a tettek és annak eredményei döntik el. És a Jótengrit határozott álláspontja szerint az ember nem Isten kegyelme, hanem tettei alapján üdvözülhet. És az alapján, a belső út alapján, amit eközben végigjár. Tehát a tettek, a jóra törekvés és a belső út, amit jár közben. Ez bizony ellentmond a kegyelmi üdvözülés doktrínájának. Hogy ezt a négy igét tovább fejtegessék, itt van a hetet hét ösvény. Ez a vallás tanainak vázlata, a hittételek 49 pontja. Ez tulajdonképpen úgy tekintették, mint hetet hét, vagyis 49 lépcsőfokot, amin az ember haladhat fölfele és befele, hogyha ezeket megtartja. Ez nem szintiszta etika, hanem magában foglalja a teremtés történetet és az egész hittételsort. Ezekből én most azokat veszem ki, ami az erkölcsiségre vonatkozik. De hogy visszatérjünk Álmányra, a hetet hét ösvény negyedik pontjában is erről megemlékezik, mégpedig ilyen formán. A lelkes teremtéshez szükség volt az egyre javuló minőségre, mai szóval a szelektív evolúcióra, a két nemű szaporodásra. A két nemű szaporodáshoz pedig szükség van az értelem mellé, érzelemre is. Ehhez az istenségnek meg kellett válnia a benne levő negatív erőktől. Tehát itt tulajdonképpen kétszer-két szálon halad a teremtés, mint tulajdonképpen egy kétszer-két szálas kettő spirál, mint tényleg egy lánc. Nő és férfi, értelem és érzelem. Ezek egymást kiegészítő párok. Férfi és nő, értelem és érzelem is. Egyikben megvan, ami a másikban nincs, kint illenek egymáshoz, mint kulcsázárba. Tökéletes teremtő párok. Mint ahogy például a tanulás fontos módja az is, hogy ne csak érzelmileg közelítsük meg a tanulnivalót, és ne csak értelmileg, hanem a kettő együtt. Fölösleges magolni érzelmi megközelítés nélkül úgysem ragad meg igazán, úgysem hat igazán. Ha pedig csak érzelmileg közelítünk meg egy tant, akkor abból nagyon könnyen lesz elvakultság vagy fanatizmus. Tehát a kettő együtt, egybefogózva. Ami a hetet hét ösvényből az erkölcsiségre vonatkozik, tehát az iga egyik alapja, az a 28. pont. A hét javallat, 9 tilalom. Nagyon érdekes összevetni a hét javallat 9 tilalmat, akár a 10 parancsolattal, akár a jóga erkölcsi parancsaival, az 5 jámával és az 5 niámával. Hogyha megnézzük, akkor a nagy vallások erkölcsi parancsolatai közül, hát ott 10 pontból 8 egyezik. És érdemes azon elgondolkodni, hogy kell-e a maradék kettőn vitatkozni. Én szerintem érdemesebb lenne egy közös platformot találni. A hét javallat 9 tilalom az így hangzik. Legyen tartásod, amiért kiállsz. A tartás itt véleményt, hitrendszert, gondolkodásmódot, állásfoglalást jelent. Tehát légy valami irányba elkötelezett, foglalj állást.
és amellett tarts ki. Második, szeresd és kimérd az ég minden teremtményét, a vágnivaló barmot és az elejtendő vadat is. Ez már a teremtés történetből is egyenesen következik. Hiszen, hogyha a teremtés láncának részei vagyunk, akkor egyrészt minden élőlény testvérünk, másrészt, hogyha ebből a láncból egyetlen láncszem is kiesik, akkor borul az egész. Ez a Jotendritben benne is áll olyan formán, hogy egyetlen fajnak is, ha írmagja vész, egek orcája üttetik. Tehát nem érdemes az úgynevezett káros élőlényeket is, nem szabad írmagostól írtani, mert vétek. Mert beleavatkozunk a teremtés láncába, ezt így fogalmazták meg, és érdekes módon ez az evolúciós lánccal pontosan párhuzamba állítható. Ott is, hogyha a táplálkozási lánc legfőképpen az ember oktalan beavatkozása miatt megszakad, megakad, vagy éppen túl teng valamilyen élőlény, akkor az egész táplálkozási lánc egészen föl az emberig sérül. Oltalmazd az oltalmad alá futót. Ezt nagyon-nagyon sokáig megszívelték a magyar emberek, nagyon sokáig befogadták azokat az idegeneket, akik oltalmat kértek. Annyira, hogy ez még a Szent Koronatannak is része, István király intelmeinek is része. Nagyon-nagyon sokáig ez szinte elvárás volt. Miért? Mert nem féltek. Nem féltek attól, hogy ez az idegen majd rákényszeríti az ő életmódját. Mert úgy viselkedtek a mieink, mint házigazdák. Megvolt a magunk szabálya, meg is van, azt tartották is, és abban az esetben fogadtuk be az idegent, az oltalmunk alá futót, amíg szabályaival nem sértette a jó szomszédság törvénye értelmében, ami életünket. Következő, legyenek ünnepnapjaid, amelyeken istenekre és ősökre emlékezel, meg magadba szállsz elmélkedni a világ folyásán. Hát az ünnepekről, az ünneprendszerről, meg hogy miért fontos ez, később külön is lesz szó. Erre külön előírás is volt, tulajdonképpen a Jotendrit azt tanácsolja, hogy minden hetedik napon az ember pihenjen meg, kicsit vonuljon magába, kicsit legyen a családdal, tegye félre a dolgait. Nem annyira mereven, nem annyira szigorúan, de ezt tanácsolja. És azt, hogy hét évenként, legalább hét évenként, hosszabb időre elmélkedni, ha lehet, vonuljunk félre. Az, hogy az ünnepnapjainkról emlékezzünk meg, ez a közösségi évkörünnepeket jelenti elsősorban, amik vagy elvesztek, vagy átalakultak, vagy átalakították őket, vagy ugyanúgy, mint ahogy az ősi szakrális helyeinkre más jellegű templomot építettek sok helyen, úgy a mi ősi ünnepeinkre is más jellegű, nagyrészt idegen ünnepek épültek már. Ezekről majd később lesz szó. Minden esetre ebben az évben, 2010-ben volt az, hogy a Jotendrit szerinti teljes ünnepkör ott Rábabatonán megtartottuk. Nagyon régóta nem volt ilyen. És ennek jelentősége van, amiről később külön szó esik. Ne vidd magaddal sírba tudományodat. Hát ez bizony fontos figyelmeztetés a mai világban, amikor sokan féltékenyen nem mernek kiadni a kezükből tudást. Hogy ezt majd ellapják. Hogy szétviszik, hogy mások is felhasználják. Levédetik, nem adják ki, részben magyarázzák meg. És aztán később ezt bizony nincs alkalom már jóvá tenni. Ez más valláskörökben is megvan, hiszen Buddha azzal a gondolattal halt meg, hogy nézzétek, nyitott tenyeremben, nincs már olyan, amit szét ne osztottam volna, nem tartottam meg semmit zárt tenyeremben. Ezt tartotta a legnagyobb érdemének. És ez a Jotendritben is megvan.
az, hogy ne vidd sírba tudományodat, ez azt is jelenti, hogy az embernek felelőssége és kötelessége is legalább felnőttként kiteljesíteni a képességeit. Kiteljesíteni a képességeit, és amiben jártas, arra megtanítani másokat is, akit ez érdekel. A hatodik pont, gondod legyen házad népére, atyafiságodra, minden közre, amelynek tagja vagy. Na hát ez azért nagy figyelmeztetés, mert több olyan embert ismerek, aki az egész világot szereti. Szétosztaná a szívét is. Bármi, csak éppen a családjával nem törődik eleget. És ezt nőként is mondom, hogy igen, a közvetlen környezetben jó elkezdeni. Házad népére, atyafiságodra, minden közre, amelynek tagja vagy. Tehát a családodra, a tágabb családodra, és arra a közösségre, amit választottál. Ne csak tag legyél, ne csak belépjél, ne csak címed legyen ott, hanem igenis gondoskodj az ott folyó dolgokról. Tedd hozzá, amit te hozzá tehetsz. És végül a hetedik pont, törekedj békére. Amit csak lehet békés úton elintézni. Ez érdekes volt, gyerekek között végeztem felmérést, a 7 javallatot, illetve 7 javallatot, 9 tilalmat elolvastattam, földolgoztam, hát hozzám járó általános iskolás korú gyerekekkel, és úgy megpróbáltam őket arra kérni, hogy gondolkozzanak el ezeken, súlyozzanak, hogy mi az, ami szerintük a legfontosabb ezek közül. Mit gondoltok, melyik volt az első? Megdöbbentő többséggel a 7-es pontot. Törekedj békére. Ezt választották. A második, az pedig a szeresd és kimérd az ég minden teremtményét. Tehát a gyerekekben még benne van ez a természet szeretet, a természet iránti tisztelet és a kimélet. Legalábbis az ezutáni vágy. És a harmadik pedig, oltalmazd az oltalmad aláfutót. Nagyon örültem, hogy ezeket választották, mert ezek szerint érzelmileg a gyerekeket megragadja az emberi jóságnak ez a formája. Az, amit keveset tapasztalnak, pont amit keveset tapasztalnak ebben a világban. A békességet törekvés, a másik kibélése, és a gyengébb oltalmazása. Szinte klasszikus lovagi erények. Mondjuk, az is hozzátartozik, hogy a hozzám járók 70% a fiú. Érdekes lenne, hogy ilyen 50-50%-os arányban, nem megoszlásban, mit választanának. Következik a 9 tilalom. Tulajdonképpen nem tilosak ezek, nem tilalmak ezek. Olyan értelemben számítanak tilalomnak, mint a jóga ajánlásai. Tehát teheted, de nem ajánlom, mert következményei vannak. Hát az első az, ami minden nagy vallásban az első parancsolatok közé tartozik, a ne ölj. Itt ne gyilkolj. Ként szerepel, és nem véletlen a megfogalmazás. Mert ez tulajdonképpen a háború törvényei, amik magyarázza a háború erkölcsiségére is külön törvények vannak, ott úgy magyarázza, hogy ölni háborúban szinte szükség. Szükség esetén ölni és gyilkolni egészen más. Egészen más elejteni, megölni egy vadat, amit aztán elfogyasztunk szükségből. Még tán áldozatként késen engesztelni a elfogyasztás előtt, szertartásos módon, megbecsülni. És egész más halomra gyilkolni, mondjuk egy vadászat során a védtelen állatokat. Tehát az
az ölés és a gyilkolás közötti különbséget is kiemeli ez a megfogalmazás. A következő, a második tilalom, a ne gyújtogass. Hát ez nyilván a régi időkből maradt még így. Nincs még egy olyan pusztító dolog, mint a mesterségesen keltett tűzvész. Hiszen még a második világháborúban is Sztálin tárostoma környékén teljesen talra földültották a környéket, hogy ott semmi nem maradjon. Totálisan, teljesen a tűzvész képes lepusztítani mindent. És nyilván az akkori náttetős, gyúlékony építkezési formák mellett ez különösen veszélyes volt. Gondolom azért emelték ezt ki még. Ne erőszakoskodj! És ezt nem csak a fizikai erőszakra értették, hanem a szellemi jellegű erőszakra is, tehát másra rá erőszakolni valamit egyáltalán. A jótengit szerint vétek. Ugyanakkor viszont nem is vagyunk kötelesek eltűnni, hogy velünk ezt tegyük. Ami szintén a legtöbb nagy parancsolatban benne van, a keresztény parancsolatokban is, a buddhista parancsolatokban is, a jóga jámájában is, ne hazudj! Legalábbis szükségtelenül, ne? A hazugság bizonyos esetekben, én azt hiszem, elkerülhetetlen, de akkor is vétek. Ne szeretkezz haszonlesésből, ez az ötödik pont. Nem a szeretkezés tényét emeli ki vétekként a jótengri, tehát ebben tulajdonképpen nem a 10 parancsolatnak megfelelő. Nem egyezik a ne paráználkodj parancsolattal. Itt a szeretkezés módja a vétek. Nem maga a cselekedet, hanem a módja. Haszonlesésből, nem igazi érzelemből. A hatodik, ne vendégeskedj hivatlanul. Hát, ez nálunk még a szűkebb családban sem szokás, de többektől hallok olyat, hogy kellemetlenséget okoz. Váratlanul, hivatalul, váratlanul, hogyha beállít valaki. Érdekes, hogy a nagy vétkek között említi. Neves ellenkezés szeretők, házastársak közé se hazug szóval, se baj keverő igazmondással. A nyolcadik. Ne kívánd és el se fogadj szálagul, fizetségül fele barátod házastársát, szeretőjét, gyerekét, igavonó barmát, fegyverét, egyetlen hajlékát, létszőkeföldjét. Ilyen értelemben a mostani kilakoltatások nagy vétkek, amik elkezdődnek. Ilyen értelemben, hogyha akár egy intézmény, akár egy bank is elveszi a család feje fölől az egyetlen fölelet, az vétek. Elfogadni se szabad, nem még hogy elvenni. És végül a kilencedik pont, ne sanyargasd a kényedre kerültet. Ez végül is az elemi érgalmasság törvénye. Tehát, hogyha valaki kényedre, kedvedre kiszolgáltatott, ne ijeszel vissza. Azért olvastam fel ezeket az erkölcsi törvényeket ilyen részletesen, mert a jóga is úgy tartja, a buddhizmus is úgy tartja, hogy az erkölcsi törvények tulajdonképpen alapjai az összes többinek. Indiában a jóga oktatás nem úgy, mint egy itthoni gyors talpalón. Ott úgy kezdik, hogy az egészen kicsi gyerekek is. Az öt niámát, az öt jámát, a jogához tartozó erkölcsi törvényeket reggel vagy 10-szer elfújják, elmondják, eléneklik. Ezzel indul, és este ezzel zárul a nap. Ezek bizony elég szigorú erkölcsi törvények voltak, de az iga az nem csak az erkölcsi törvények megfogalmazója, hanem az iga az együttélés törvényeit is rögzíti. Az együttélés törvényei
a jó szomszédság törvényét kivéve, legfőképpen az, hogy férfi és nő a családban egyenrangú. Sőt, bent házon belül a tűzhely királynője az az asszony. Azért, mert ahogy a Jotengrit írja, a ház asszony nélkül csak lakhely, asszonnyal meg otthon. Ennek a méltóságát viselték a régiek, és így becsülték egymást. Hiszen az asszony jelentése is királynő. Gondoljunk vissza, hogy szólította régen az asszony a férjét. Kend. Hát a kend, a kende, a künde, az egy nagyon magas méltóság, fejedelmi méltóság. Az asszony pedig királynő. Tehát ekként becsülték meg kölcsönösen egymást. Az igából következően a mindennapi életben is mindennek megvolt a maga rendje. Az életkoroknak is. Megvolt a helye, dolga, szerepe a kicsi gyereknek, a nagynak, a kamasznak, a felnőttnek. Megvolt az a pont, ahonnan már a gyerek felnőttnek számít. Voltak legényavatások. Megvolt a maga kora a házasságnak, a gyereknevelésnek. És megbecsülték az időseket. És nem csak az emberi életrendje igazodott a természethez, hanem az ünneprend is. Az az ünneprend, aminek végre elkészült az ábrája is, adok előre belőnek, hogy nézzétek, és akkor mondom is. Adok még egyet, jó? Akkor ezt nem vedítjük, és akkor lehet nézni. Az évkör nagy ünnepei tulajdonképpen a természetrendjéhez igazodtak, a négy évszakhoz, a nyári napfordulóhoz, a téli napfordulóhoz, az őszi napi egyenlőséghez és a tavaszi napi egyenlőséghez. Ez teljesen analóg az ember életrendjével, hiszen az ember életnek is megvan a tavasza, nyara, ősze és tele. És az ünnepet körforgása az, hogy minden évben ez ismétlődik, ez arra is intette az ember, hogy az életek körforgása is ismétlődik. Ez tehát méltóságot adott a születésnek, a születés és halál között eltelő életnek, és magának az élet lezárásának, a halálnak is. Mire valók az ünnepek? Tulajdonképpen ezt akkor tudjuk meg, hogy ha a mindennapokkal összevetjük. A mindennapokban megvannak a magunk kis céljai, megvannak a magunk kis tennivalói, megyünk, haladunk, csináljuk a dolgunkat. Megyünk, haladunk lépésről lépésre, de néha föl kell néznünk, hogy merre, hova, milyen irányba haladunk, kik vagyunk, hol állunk most. Erre a nagyobb kitekintésre, erre a tágabb horizontra valók igaziból az ünnepek. És különösképpen az évkör nagy ünnepei. Kezdjük akkor a téli napfordulóban. A téli napforduló, ez tulajdonképpen a karácsony időpontjával és jellegével megegyezik, ami ősi ünnepkörünkben szorosan kötődik a legrövidebb naphoz, a leghosszabb éjszakához. Tulajdonképpen a lényege a fény ébresztése. Annak megünneplése, hogy innen már nincs lejjebb, innen már nem lesznek hosszabbak a nappalak, innen már nem lesznek hosszabbak az éjszakák, innen már egyre hosszabbak lesznek a nappalok. És bár még most jön a téljava, tehát a fizikai világban a maga tehetetlenségénél fogva, még megy a tél, még ezt álljon az igazán hideg, de mi tudjuk, hogy a nappalok már egyre hosszabbak, és nem sokára itt a tavasz. A szertartás rend is ennek megfelelő. Mivel a fény születését, illetve inkább újjászületését ünnepeljük ekkor, régi tüzek eloltatnak, új tüzek gyújtatnak. Ilyenkor ez az új évhez kötődő ünnep is
Tehát ilyenkor a régi tűzben, a régi rosszat el lehet égetni. Nem kell átvinni a következő új évre. És az új tűz az új remény is egyben. És amikor voltam Tiszaszőlősen egy ilyen téli napfordulós ünnepen, ott láttam másféle ehhez kapcsolódó szertartásokat is, amikor íjakat röpítettek a lemenő nap felé, tüzes nyilakat, hogy segítsék a fény következő napi újjászületését. És tüzes botokkal táncoltak a barantás fiúk a tűz körül. Tehát megadták ennek a módját. Ez férfi jellegű ünnep, mint hogy a fényhez kapcsolódik, és a naphoz kapcsolódik. A következő nagy ünnep, az most lesz majd, az a tavaszi napi egyenlőségnek az ünnepe március 20-a ebben az évben. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a nappalok és az éjszakák hossza körülbelül egyforma, tavaszi napi egyenlőség, és a gyümölcsortó az a termékenységgel, a természet újjászületésével, a hirtelen meginduló hatalmas életáramlattal kapcsolatos ünnep. Ezt ünnepeljük egykor. Előkészíti a majdani jó termést, előkészíti a tavaszi és a nyári munkák tervezését is. Gyümölcsoltókor a maradék gyümölcsök, a térről maradt gyümölcsökből adnak gyümölcs áldozatot. Következő nagy ünnep az ispiláng, ez a nyári napforduló. Tulajdonképpen ispiláng az pünkösd. Az időpontja nem teljesen egyezik meg a keresztény pünkösden, mivel hogy ennek kötött időpontja van a nyári napforduló napja, pontosan akkor, amikor a leghosszabbak a nappalok és a legrövidebbek az éjszakák. Igaziból talán a Szent Iván éjjel rokon egy kicsit, időpontjában és jellegében. Viszont a keresztény pünkösből is hordoz annyit, hogy őseink is tulajdonképpen a Szentlélek kiáramlását, a férfi erő, a tetterő kiáramlását ünnepelték ilyenkor. Gondoljunk bele, június vége, ekkor kezdődik a nyár. Ekkor fog tetőpontjára érni a nap hatalma. Ispiláng tehát a szellem ünnepe. Ehhez hozzátették ugyan a Jotengrid bölcsei, hogy nem csak várni kell arra, hogy a Szent Szellem ránk áramoljon, hanem elébe kell menni. Ezzel kapcsolatosak a szertartások is. Itt is a tűzgyújtás. Hagyomány szerint ez az év legrövidebb éjszakája, és a szertartások igencsak belenyúltak ekkor az éjszakába. Tűzugrás. És még ami ehhez kapcsolódott, ispiláng az régen egész hetes volt. Egész hetes ünnep volt, azért, mert ekkor tanítottak. A Szent Szellem a tudás kiáramlását úgy is segítették, hogy a bácsák, a tudók tanítottak, elmondták a régi tanításokat. Úgy is mondták, hogy ez a tanító bácsák hete is. A rendes pünkösdi szertartásokhoz tartozott, hogy a fiúk és a lányok megugratták a pünkösdi királyokat és a pünkösdi királynéjukat. Tulajdonképpen ez egy örvény tánc volt, és vitték a pünkösdi királyt meg királynét, tehát megemlékeztek arról is, hogy a teremtés az két örvény tánca. A férfi és a női jelleg egymást kiegészítő összekapcsolódása. A következő nagy ünnep a Sarlós Boldogasszony. Ez az őszi napi egyenlőség idején van, szeptember 23-án. Sarlós Boldogasszony neve ugyan megegyezik a katolikus Sarlós Boldogasszony ünneppel, de csak a neve, mert az júniusban van egyébként. Ez a Sarlós Boldogasszony, a mi Sarlós Boldogasszonyunk, ez szeptemberben van, és az élettermés betakarításának az ünnepe. Ekkor azt ünnepeljük, hogy rendesen csőbe takarítottunk. Számba vesszük az év termését, hogy mi van. Ez a számadás ideje is. És a felkészülés megkezdése a télre. Ezután jön a téli ünnepkör, ami tulajdonképpen András nappal veszi kezdetét.
ehhez szertartás is kapcsolódik. Nálunk nem ugyan, de például Erdélyben ismerik azt, hogy Szent András napján az olló száját békötik, mert azzal a farkas száját, az oldas száját is békötik. Tehát tulajdonképpen ilyen rontás elhárító, sötétség elhárító mágiák kapcsolódnak már ide. Köszönünnek, erről majd lesz szó szintén a téli ünnepkör része, és végül pedig visszatérünk a téli napfordulóhoz. Négy nagy ünnep. Hogyha megnézzük, akkor egyenlően oszlik el két férfi és két női jelleg. Hogyha megnézzük, akkor az évben is egyenlően oszlik el. Négy évszak, négy nagy ünnep, tavasz, őszi, téli. És ez a kis ünnepökkel együtt egy tökéletesen szép mandala ábrát alkot. Egyensúlyban van. Most még nem beszéltem a kis ünnepekről. A két nagy ünnep között található egy kis ünnep is. Például a téli napforduló és a gyümölcsoltó boldogasszony között, gyümölcsoltó nem soká lesz, nem rég volt a fényőnek, február elején. Ezt szintén megtartottuk, és ez az ünnep ez arról szól, hogy gyarapodik a fény, kezdődik a tavasz, nem soká tavasz lesz. Hóvirágot adnak, tánccal, gyümölcsáldozattal ünnepelnek. Gyümölcsoltó és ispilánk között van az életfa ünnep, május eleje. Ez egyfajta ilyen szerelmesek ünnepe. Mert tulajdonképpen az ég és a föld közötti összeköttetés ünnepe, mint az életfa, előkészülvén már ispilánkra. Ispilánk és Sarros boldogasszony között van egy nagyon fontos ünnep, ami ugyan kis ünnepnek számít, de én azért tartom fontosnak, mert bár hagyományos ünnepkörünkben megvan, én nem is tudom, hogy igaziból mikor ünnepelték ezt utoljára. Tavaly még 2010-ben megünnepeltük, de azelőtt mikor volt a magyarok istenének ünnepe? Nagyon fontos pedig. Mikor van ez? Augusztus elején. Augusztus elején, akkor, amikor a nap a tetőpontján jár, hatalmának tetőfokán van. Amikor az oroszlán jegyében járunk, a férfi erő kiteljesedésének idején, és Mátőn az a mi férfi védelmezünk, a mi férfi oltalmazunk, a magyarok istene. Ő intett arra bennünket egyrészt, hogy csak egység legyen, mert az alapítja az ő erején is. Minden széthúzás egyúttal az Istenek, a mi Isteneink erejét is gyöngíti. És azok a nemzetek, akik idegen Isteneknek rendelik magukat alá, azok az illető népnek is alárendelik magukat. A mi két fővédelmezőnk pedig a boldogasszony és a magyarok Istene. És az az Isten, akit nem hívnak, akire nem emlékeznek, akinek nem kérik a segítségét, akit elfelejtenek, az az Isten elgyengül. És vele együtt elgyengül a népe is. Ezért tehát nagyon fontosnak tartom, és nagyon örültem neki, hogy a Mátőn ünnep, magyarok Istenének ünnepe, annak rendje és módja szerint megtartatott augusztusban. Következő és utolsó kis ünnep, ez a Sarros boldogasszony és a téli napforduló között van, ez a küszöb ünnepe. Tulajdonképpen szellemek ünnepének is hívják, nagyjából a minden szentek, halottak napja minden szentek idejére esik, november elején. Ez azért fontos ünnep, hogy tudatosodjon az emberben a halál méltósága és miben léte. Mi adja meg a halál méltóságát és jelentőségét? Hát az, hogy ez a feltétele az egyre javuló teremtésnek. És itt kapcsolódik az első könyv, ez a teremtés történethez. Az egyre javuló teremtés feltétele az, hogy a régi elmúljon, hiszen a régi idejébe lépett az új. Ha nincsen egyre javuló minőség,
akkor nincs halál. De akkor nincs javulás, akkor nincs emelkedés, akkor nincsen fejlődés sem. A valamikor éppen Palival szem első film volt, amit megnéztünk, A hegylakó. És abban van egy dal, Ki akar örökké élni? Who want to live forever? És bizony az élethez ugyanúgy hozzátartozik a halál, mint a születés. Ez a két kapu, az egyiken belépünk, a másikon kilépünk, és aztán újra megint. És hogy ez az évkör mennyire kapcsolódik az emberi élet rendjéhez, van egy kedves ismerősöm, aki egyszer felrajzolta nekem pont így az emberi élet utat, mint most, ahogy látjátok lerajzolva az ünnepkört. Úgy magyarázta a gyerekeknek, hogy vedd úgy, hogy megszületsz valamikor, ilyen 9 óra tájban, ott vagy a delelőn 12 órakor, az az életed fénypontja, és élsz egészen mondjuk 3 óráig. Tehát ugyanez az év. És most nézd meg, hogy mire, mennyi időd van az emberi élet rendje szerint. Mennyi időd van a természet rendje szerint arra, hogy felnőj, arra, hogy tanulj, arra, hogy családot alapíts, arra, hogy otthon teremts, hogy kiteljesítsd a felnőtt életedet, hogy alkoss. És végül mennyi időd van arra, hogy szépen mindent méltósággal elengedj, átadj és elengedj. Egyik sem történik meg manapság igazán nagyon sokszor. A gyerekek nem nőnek fel. Már lassan 40 éves első egyetemüket végzett embereket látunk, akik amellett nem dolgoznak, nappal is hallgatók. Ki tudja még meddig. És olyan időseket is látunk, akik nem képesek méltósággal elengedni az életet, meg amit életükbe szereztek. Két marokkal ragaszkodnak ahhoz, amit nem vihetnek magukkal. Egyik se helyes, és hogyha az évkör ünnepeit megtartjuk, úgy, hogy ezeknek az ünnepeknek a jelentőségén eltűnődünk, akkor az emberi életrendjéhez is közelebb kerülünk. Ahhoz a természetes rendhez, amit hiába akarunk megtagadni, de úgy, ahogy a napjárása ugyanaz, az évkör ugyanaz, az emberi életrendje is ugyanúgy érvényben van. És akkor szép, ha ilyen arányos, ha ilyen mandalaszerű, ha ilyen kiegyensúlyozott és harmonikus, mint ez az ábra. És ez összefüggésben van az Ármán könyvével, amiről először beszéltem, hogy nem mindegy, hogy az ember hova teszi le a voksát, mit tesz, hogy dönt. Ez összefüggésben van az Iga könyvével, hogy ismerjük meg és tartsuk be az erkölcsi törvényeket, és összefüggésben van végül a Vasorú az ünnepkör könyvével. Így tehát ez is egy önmagában visszatérő, harmonikus, egymással összefüggésben levő témakör volt. Hát a Vasorúról nem beszéltem. A Vasorú? De az az ünnepkör. Aha. Az az ünnepkörnek a jötengit szerinti neve. Hát amit még hozzátennék a Vasorúhoz. A szentségek, a kis faragványokat. Igen, igazad van, ezt még hozzátenni, hogy miről kapta egyáltalán ez a könyv, a nevét a Vasorú. Hát ennek a mesébe torzított formája a vas orrúbába, holott szó se volt erről, vasorú babú, tehát rosszból faragott bábú. Ez lett volna igaziból. És ellentétben több nagy vallás parancsolataival, a jótengrit a bűn hagyománya azt mondja, hogy igenis állíts bronzszobrot, festményt, faragott képet, szent helyekre, forráshoz, akár az otthonod meghatározott helyére,
akár a boldog asszony ábrázolásaként, akár csak a hely szellemét megidézendő. És ez egy legendában is benne van ez a hasonló, hogy amikor ez a Hunor-Magor legendához is kapcsolódik, hogy amikor a szarvast űzték, a szent szarvast űzték, és akkor az megnyilatkozott előttük, hogy anya vagyok, ősanyátok. Tehát, hogy ez tulajdonképpen egy szent állat emberi nyelven szólt, és elvezette őket a majdani élőhelyükre. Hogy ott, amikor ez a megnyilatkozás történt, a harcosok pajzsot olvasztva rögtön alut emeltek. Ez volt az első tettük. Miért rájöttek, hogy értelmetlen ezt a szarvast tovább bűzniük, hiszen ez a szarvas elvezette őket a majdani hazájukba. Tehát a vasorú, az a bronz szobor, az vagy faragott ki, és ennek megfelelően a Jotaelit egyik parancsolata az, hogy tarts tiszteletben a képírókat, faragókat, tehát akik bármilyen művészetben, mesterségben jártasak. És a vasorú könyve az tulajdonképpen az ünneprendszernek a könyve, amit így elmondtam, de teljesen jól mondtad, hogy erről is. Hát igazából ennyi lett volna. A fő vonulata a dolgoknak. Esetleg még az igáról kérdés, vagy valami, hogy... Érdekes is ezt a kérdést, ezt szívesen fel is teszem, hogy mennyire időszerűek ezek az erkölcsi parancsolatok vajon? Ma. Teljesen. Szerintem meg egyáltalán nem időszerűek, hanem időtlenek. Igen. Ez is jó. Tulajdonképpen, amiről szívesen beszéltem volna még, az az igához kapcsolódik, és ez a baj törvénye. Az, hogy egy társadalmi rétegződés, hogy nincs kellő megalul. Igen, csak ez már nem az igához tartozik annyira, hanem ez a küszöb. Uh-huh. Mert a küszöb az nem csak a születés és a halál könyve, hanem ami közé esik. És valóban azt írja a Jotaelit, és ez így is volt, hogy nincsen alávaló, nincsen fölévaló. Az emberek képességeikben, szándékaikban, jellemükben, értékükben nem egyformák. Tehát nem azt mondja, hogy mindenki egyforma. Hanem aki előbb való, az előjáró, és nem feljebb való. Mert aki felül van, az nyilván tipor valaki. Elkerülhetetlen. Aki előjáró, az pedig jóban, rosszban, ott van a legelső sorban. És kiki képességei szerint hozzáadta, amit tudott. Egyformán megbecsült volt az előjáró, meg egyformán megbecsült volt, mit tudom én, az utolsó kisbéres is. És vétek volt mondjuk a házúrának megalázni a szolgák közül bárkit is. Tehát számon tartották, nem lehetett. Itt még azt keresném meg az iga könyvében, hogy háború idejére. És ezt azért érdemes, mert tulajdonképpen, hogyha azt veszük Európában, illetve itt Magyarországon, hát 56 óta igazából nem voltak harcok és háború, az pedig a második világháború óta itt nem volt. De jó tudni, hogy baj idejére. Itt javasoltak. Hol van? Közszabadság, iga tiltások, parancsolatok, itt lesz ez. Nem fogom megtalálni, mert ezt nem jelöltem ki. Igen, viszont megtaláltam egy másik nagyon fontos részt, ami még szintén az igához tartozik, ami szintén a köz
életét szabályozta. Jal, Jalit, mondták őseink. Munka, munkáltatás. Ikerörvényből eredő kettősség. Ahogy szabadság van, a cseléd nem szolga. A szolgálat nem szolgaság. Az Úr meg nem zsarnok. Ott megböcsülik az útmutatást is, meg az elvégzett munkát is. Két serpenyő, egyik sem viszöltről hatra értelem híján. Jal, vagyon megértelem együtt, tehát aki dolgoztat. Jalit, munkaerő megértelem együtt. Tehát tulajdonképpen, hogyha ezt figyelembe vették volna, akkor az egész középkor óta végigvonuló osztályharc elkerülhető lett volna. Mert mesterségesen lett szembeállítva a tőke, meg a munkaerő. Holott ezek nem egymással szembeállnak, hanem egy célért dolgoznának és kiegészítenék egymást. A dolgok természetesen egye szerint. És mind a kettő egyformán megbecsült és nélkülözhetetlen elem lenne. Igen, még az ünnepkörhöz hozzátartozik, hogy nem csak ezeket az ünnepeket ismerték el, hanem megvoltak a személyes ünnepeknek is a rendjei. A születés körüli ünnepek, a keresztelő, a házasság, lánykérés, házasság, és végül pedig a temetés szertartás rendje is hozzátartozott az ünnepkörhöz. Meghatározott és pontos leírása van ennek. Néha nagyon határozott és nagyon megdöbbentő. Hát például rögtön azzal kezdődik a halotti szertartás leírása, hogy mindenkinek jár koporsónyi föld, temetőnyi föld, ingyen. Mindenkinek jár temetés ingyen. Alapból. Most vessük össze, hogy mit érdekel érte, és milyen jogcímen. Az egyéni ünnepek szertartásai nem mindig egyeznek meg pontosan más ország részek szertartásaival, de azért tűnnek nekem nagyon hitelesnek, mert itt nagyon sokáig fölmaradtak. És az évkör ünnepei is. Tehát Imre bácsi elmondta, hogy ő még gyerekkorában látott Mátyn körmenetet. Résztvevője is volt. Tehát megélte ezt. Amikor megáldozott fehér lovat vezettek, és ment utána a körmenet, és hívták Mátyönt. És aztán az ő gyerekkora óta, ez tavaly fordult elő először, hogy bár nem fehér lóval, de Mátyönt itt segítségül hívták. A háború, a baj törvényei pedig ott kezdődnek, hogy az ellenséggel is kíméletesnek kell lenni. Már csak észszerű megfontolásból is, hiszen fordulhat a kocka, és akkor az övéivel is úgy kegyelmeznek, ahogy ő másiknak. Tehát a fölösleges kíméletlen pusztítástól óv elsősorban. És a fegyverteleneknek való áltástól, óv elsősorban, a bajra vonatkozó, a háborús idők törvénye. Azon kívül pontosan megszabja az akkori időkhöz mérten a menekülés sorrendjét is. Tehát először a nőket, a gyerekeket, az időseket mentették, és hátul maradtak a férfiak, hogy az ő menekülésüket fedezzék. Nagyon szép régi törvények, nagyon szép régi világképezés. Én úgy érzem, hogy ez ma is élhető. Tehát az a szép benne, hogy mindez ma is tanít, és ma is élhető. Lehet ehhez igazodni. És a milyen?
De érdemes azon elgondolkodni, hogy nagy vallások, azok tanításai, azok képviselői mennyire férnek meg egymás mellett. Ez egyébként tervem is egy ilyen vallásközi konferenciát majd valamikor összehívni, rendezni, amikor van néhány 10-12 központi kérdés, és hogy arról mi az illető nagy vallásoknak az álláspontja, véleménye. Hát amit még mondott István, hogy a jövevényekről ez egy nagyon fontos rész, és szintén az igához kapcsolódik, a jó szomszédság törvényéhez. Adj szállást a hajléktalannak, oltalmazd az oltalmad aláfutót, fogadd be és tágíts helyet a jöttnek. Hagyd élni melletted szokása szerint, amíg nem vét a jó szomszédság törvénye ellen. Mikor vét? Kérded. Ha esetleg valaki egy némely népcsoportra ismer, nem a véletlen művet. Mikor vét? Ha meglop, becsap. Ha lompos és portálja férfek tanyájává válik. Ha lármás. Ha szóvá teszi a te szokásaidat, hitedet, nyelvedet. Ha azt várja el, te tanul meg az ő nyelvét. Ha nevet át saját szája íze szerint a helynek, ahova befogadtatott. Ha így tesz, akkor nem mondom besti. De azért ez nem volt a végtelen tolerancia teljes vallása. Egy bizonyos határig. Ez nem tolerancia kérdés, ez igen, bemaradás kérdés. Igen. Tehát nem az, hogy most mindent lehet, mindent fogadjunk el, amit most próbálnak velünk súlykolni. Hanem ha korlátozza, mint hogy a házigazdának nem dirigálhat nyilván a vendég. Tehát igenis házigazdaként viselkedtek. Kérdezett még István az udvarlásról, házasságról. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert néhány kulcsmondatot meg lehet találni a level mondában is. Ez a második, és nem az ajánál, és nem az igánál van, hanem a levelmondában, amikor levelés hetet hét pajtása, nőket rabolnak. Hát először volt egy nagyon szép versváltás köztük, Gyöngyvér kisasszony és Level között, mert persze Level rögtön Gyöngyvér kisasszony találta meg, és kapta a nyelvére. Rigó szállott a fűzfára, nem vagyok akárki lánya, bárki legényése leszek, életemtől búcsút veszek, haj, bizony, meghalok inkább. Level erre talált hites dalba való választ. A meghalnál szép csillagom, nekem sem víradna napom. Sírod halmára borulnék, váratomba belehalnék, haj, bizony, meghasadna szívem. Ez már igen tetszett Gyöngyvérnek. Alap vagy a karmolással, harapással, pofozással és szóra. Ha ez nem hiú csalfa beszéd, akkor miért úgy ragadsz el, mint a lopott borjút? Na, és most jön a kulcs. Otthon az én hazámban ezt nem tenném, mert házamasszony népes öprűvel ver neki. Anyám, öreganyám, nényeim, húgaim, mind valahányan, de úgy hallottam felétek, nem szokás a lányt kérdezni, csak az apját. Ahol ez járja, ott borjú számba veszik a lányt. Ha meg abba veszik, minek kérjem, ha is ragadhatom. Tehát a lányt kérdezték, nem az apját. Sőt, még elrendezett házasság esetén is, amikor mondjuk egy gazdagabb fiatalember beleszeretett egy szegény lányba, és vagyonnal mentek megkérni, akkor a szegény lány apja bizony azt mondta, hogy ne őt kérdezzék, hanem a lányt. Úgyhogy itt kezdődött, hogy lány és férfi között, lány és fiú között egy egyenrangú döntési lehetőség volt. Hát, sőt, a női rész egyetségen nagyobb. Sőt, a nőnek is. Ki 5-4 arányú. Sőt, a nőnek volt nagyobb választási joga, hiszen aki beengedtek, az beenged. Ez a lényeg, az Eszter. Nem enged, az kint maradt. Tehát a nő volt a szelektálás kulcsa. A nő szelektált.
Azért, mert úgy tartották, hogy a férfi mennyiségre törekszik, de a nő az jobban megnézi, ő a minőségre. Válassza ki ő azt válasz. Az embert, aki majd a... akivel összeölelkezve olyan gyerekei, apja lesz. Gyermekei, és aztán még tovább, ez az Eszter lánc, Eszter, ami ott benne van a jövő. Ez is a tökéletes előteremtést szolgálta. Igaziból ehhez tartozik még az udvarlás. Ezt a mostani gyerekek az ajánlnak ezt a könyvét, ezt nagyon szeretik, hogy hogyan igazodjanak el. Ezért lányzó, a föld csöpörögtél és nyíladozik szíve, csinoskodjál, csönget tűzködjél, szépen néz a legényre. A kedvedre való beszéljen hozzá a szemed. Szóljon hozzá a tested minden mozdulata, vezest beszédbe, szólaltasd meg. Szavai elárulják, mennyit ér minélből. A pandurkodva szó, tágíts mellőle, nem jó hím, bugris ember. Várd el a legénytől szép szavakkal udvarlását. Keresse kedvedet. Ha neked lánynak nem gazsulás szép szavakkal, vagy csak fukarkodva, akkor neked a feleségnek még annyira se fogja keresni kedvét. Ha csak nem Mári, nem tud kinyögni semmit. Az ilyen legény meg, annak a lánynak való, aki könnyen sziklázik sok felé. Az ékes szó magában nem sokat ér, ezért kísérts meg a legény több ízromban. Mutassa meg, mennyire bátor, mennyire szavahihető, mennyire esendő szívű, mennyire könyörületes. Tehát egyformán fontosnak tartották, egy férfi van az erőt, és egyformán fontosnak tartották a gyöngétséget. A tanácsok már csak azért is nagy részt lányoknak szólnak, mert hogy ők választanak. Tehát annyira kisincs mondva ez itt, hogy annyira természetes. Továbbá, vigyázz az anyámasszony katonája legénnyel. Akit az anyja ugráltat, nem sokat ér, az gyáva férfi. Aki az anyja szavára házasodik, az nem feleséget vesz, hanem szolgálót az anyjának. És minden rossz férjét egy anyát kellene eldöngetni. A fiakat anyjaik, öreg anyjaik rontják el. Ezek azt hiszik, a nőstény őértük teremtetett, hogy szolgálná őket. Tedd ki a legény szűrét, ha nem van meg tégedet apja anyja előtt, fél meg egész világ előtt. Aki igazán szeret, az körülötted sarkantyúzik éjnap. Az megvan, és büszke rád. Hát szerintem ez ma is szempont. És ami akkor fontos volt, kerüld a buzgón templomozó legényt. Templomos, meg istenfélő nem ugyanaz. A templom bújása gyanúra ad okot. Rejtett gyöngeség vagy titkolt vétek gyanúja. A jóra való férfi benned keresi üdvösségét általán, és veled igyekszik Istenhez. Azt hallottam, amit nap, hogy mikor fáraóváltás volt, hogy fáraó megkérdezte Jánát, hogy kit vele férjön, és az lesz a fáraó. Ott is ilyen nő alapon való választás volt, igen. Most aztán, hogy mindig így történt, hogy azt én nem tudom, de nem tudom kérni, hogy egy 5-4-es arányban, hogyha ők is úgy gondolkodtak. És valószínű szintén az utódott meg a birodalom fönnmaradása, meg a javuló minőség miatt. Na és akkor válasz a te kérdésedről, hogy mennyire őrizte meg a népi emlékezet. Ezek templomaidba karddal terelték ősanyáidat. Ez járjon eszedbe. Azért terelték, hogy teledurúzsolhassák fejeiket szeredás hazugságokkal. Ezek tégedet vétkek kútfejének mondanak. Pedig az eleven életvilága vagy. Ja, és igen, még a kivetéshez, meg az idegenekkel kapcsolatban még itt van egy rész, hogy a harapozás utálatos, de harapósebet bottal rabló népeket karddal bírnak jobb belátásra. Ha mindenki megtartana a jó szomszédság törvényeit, szokásból kopnék a harapozás. Kényszerűségből, de
igaziból muszáj. És jóról és rosszról még. Jó, ami használ, rossz, ami árt. Ez abszolút fontos értékmérő. Tényleg, hogyha megkérdezik, mi a jó, mi a jó, az jó, ami használ, rossz, ami árt. Eszembe jutott a Jüri Farkasinszky Tibor bátyám szava. Azt mondja, hogy ha valaki ellopja a pénztárcám, az neki jó, de nekem rossz. Őnek nekem árt, de neki nem árt. Legfeljebb a lelkiismeretének. Hát, egy más, az egy magasabb... Őnek is használ igaziból. Hiszen van itt magasabb szempont is, a jó, meg a rossz. De ez eléggé elirányító, jó és rossz megítélésében. Mert gyakran mi se tudjuk, hogy mivel teszünk a rosszat. Tehát van valamilyen tett, és van annak egy következménye. És hogy ez milyen irányba visz. Szerintem ez azért fontos mérce, nem abszolút. Egyáltalán nem abszolút mérce. De azért egyfajta igazodási pont, amit érdemes egy-egy tett előtt megfontolni. Hogy ezzel most használunk, vagy ártunk. Mind a kettőt, de akkor milyen mértékben? Mert ritkán van az egyik a másik nélkül. És az arányok azok lehetnek különbözőek ebben. De nagyon érdekes. És hát szintén csak a tettek, mint mérce súlyát emeli ki. Kiki küzdjön magában rontás ellen, rossz sugallatok ellen. Ne védkezz, cselekedj jót. Ne légy közömbös, ez az út a te bévősöd útja. Te magad lépeged szívedben lakozó, elmédben ragyogó istenséget felé. Nevezheted megváltásnak, vagy inkább megváltódásnak. A megváltás, belátás, megértés. Keresd tetteit értelmét, mi mire jó, hova vezet, minek mi a csínja. Miképp meg berázsolók, tudók, titkok zárait feszegetik. Amibe beleletsz, aminek természetét megösmered, attól nem kell félned, avval bánni tudsz. Hát tulajdonképpen ezt a kulcsot adja mindehhez. Tehát a tűnődés, a tett, a gondolkodás, az érzelem és a tettek egyfajta harmóniájátsége, ami ebből így nekem beszélődik. Hát engem igaziból az érdekel, hogy mennyire használható ez ma, tehát mennyire élhető ez ma, mennyire lehet erre életeket alapozni. Vajon kialakul a rendszere, akkor most ez még csak egy mag. Azért. Tehát, hogyha majd tömegekkel mögött, akkor lehet működtetni. Tehát ahhoz, hogy ez tényleg hasson, szerinted kell egy nagyobb tömegbázis. Ugyebár te mondtad azt, hogy hát nem te mondtad. Nem úgy mondanám, hogy tömeg, hanem egyéni szinten ez mindig csak töredékesen lehet működtetni, és közösségi szinten lehet egész. Igen, de egyébként benne is van, tehát ugye pont már tűnnél a magyarok istenénél van az, hogy van a népeknek istene, minden népnek van egy isten, és annak a hatalma akkora, amennyire hisznek benne. Tehát, hogyha nem hisznek benne, akkor az is benne van a bűnben, hogy az Isten el is tud pusztulni. Tehát ha sokan fogunk hinni benne, akkor megkapjuk azt az erőt, hogy még inkább hassunk, még inkább teremtsünk. Addig, amíg ez nincs meg, addig a teremtés az nagyjából a veteményezés szintjén van. Tehát gyümölcse nem lesz majd csak, hogyha fa lesz belőle. Valahol el kell kezdeni. Ez így van. Igen, történelmi. Csak az volt a kérdés, hogy fog ez működni. Igen. Majd, hogyha az én ígér, akkor működni fog. Minden nagy nemzet, amelyik elfelejtette az istenét, illetve nem imádkozott az istenéhez, eltűnt a történelem sűjesztőjébe. Ameddig imádkozunk a mi hitünk szerint a mi istenünkhöz,
addig föntartjuk őnek az erejét, már pedig ő a mi imáinkból tudja nyerni az erejét, és azt tudja visszasugározni. Egyedi módon természetesen megsokszorozva, és ezzel emeli módján nemzetét. Hát igaziból Mátén azt mondja a táltosok szellemének, hogy amennyit ők összeadnak a saját szellemanyagukból, annyit ad ő is. És akkor így együtt. De annyival tudja, tudnak adni és működni. De hogy nekem úgy van ez a gyönyörűséges munka, hogy tetszett az a ki, hogy egyetemes, nem örök. Hogy mondtad, ez egy nagyon jó volt. Hogy nem időszerű, hanem időtlen. Időtlen. Ez a könyv az saját képességem szerint, mondatok szerint tartom az időtlen, egyetemes örök. Meg tartom az olyat is, amelyik nem az. Uh-huh. Na most nyilvánvalóan ez nem egykor a nagy durranás ez a mondás. Amik tanulmányok, jóreg Imre bácsa munkái, én szerintem azok nem az örökké valóságnak készültek, hanem például egy finugor elméleti... Vannak benne olyan részek? Erősen vannak, hanem egy hatalmat támogató. Aztán, amiket összegyűjtött, valószínűleg összegyűjtött, és talált, és kapott, úgy gondolom, hogy azok örökké valók, egyetemesek. Azért elkülöníti betűszerésben ebben abban, tehát lehet azért sejteni, hogy mi az, ami az ő megnyilvánulása, és mi az, amit gyűjtött. Tehát elkülönül formában, betűtípusban ebben abban. Hál' Istennek, hogy... Igen. Tehát nem, nincs az egészen egyben, mert lehet tudni. Tehát más az, ami a gyűjtés, és más az, ami ő. De azt majd nézzük meg, mert nekem ez nem tűnt fel, tipogatos. Uh-huh. Beütésnek. Viszont mindenféleképpen akkora érdeme van Imre bácsinak, bácsának, hogy ez megjelent. Én legalábbis az első két kötetét mindenféleképpen annak tartom. Olyan egyetemes, azoknak lehet sérte, akik nem, akik mondjuk kimondottan egy pályát futnak mondjuk a keresztény. Tehát a keresztény erkölcset meghaladó, és a megmaradásunk létfeltétele, hogy ezeket tudjuk, amiket itt összegyűjtött a bácsa. Például a poligámia rovata is. Ezt előbb mondtad volna, hogy most már öreg vagyok hozzá. Mit írt? Mit írt? Nem is emlékszem. Egy pillanatra, tehát Máté bácsának a táltos neve az, hogy Zengőnyi. Tehát neki ez volt az élet feladata, ő ezért született erre a létségre, hogy ezt a két művet megadása, illetve hogy a nemzet megmaradási érdekében nagy nyilvánosság elértálik. Hál' Istennek és dicsőségnek itt tényleg. Jottenglét, ilyen nincs magyar szó, nincs ilyen magyar szó. Y nem kezdődik, nincs is magyar, a Y nincs ilyen, tehát ez gond. Ezek a nevek, ezek tipikus finnugor nevek, vagy törökös nevek. Nincs a mi nyelvezetünkben és gondolkodásunkban, és az ősiség visszafelé gondolkodó hitvilágban nincsenek, nem az a tartalom, ez a tartalom, csak ezek a formai, én gondot érzek itt. Abszolút érdemes ezeket végig gondolni, tehát leszűrni azt, ami tényleg érték és élet alap lehet, és elkülöníteni attól, ami esetleg nem. Pont ez vetődött fel bennem, hogy ez nagyon fontos. Igen. Hát a poligámia rovatai azt a táltosok nagy gonddal őrizték meg, és bőségesen adták tovább, mégpedig azért, mert nemzetmentő lehet. Akkor, amikor például egy háború után a népesség megfogyatkozik. Tehát úgy írja, hogy általában az ember páros fajta. Ritkán fér meg több növény egy cserében, mert párban ölnek. Így ír. Kivéve rendkívüli helyzetekben. És ilyen például a háború utáni helyzet, a nagy éhínségek, járványok utáni helyzet. Ez még a török időkben is így volt, hogy akkor viszont a poligámia lehetővé vált. Meg a poliandria.
adott esetben. Tehát, hogy egy férfinak akár több felesége lehetett, vagy egy nőnek több férje, ez volt a ritkábban, általában ugye a férfiak vesztek, háborúban pláne. Szabad volt akkor egészen a török idők végéig azért, hogy fönnmaradjon a népesség, és még ez egy nagyon fontos érve a tártosoknak, a nők boldogság jogáért is. Hiszen egy nőnek joga van a boldogsághoz, a családhoz tartották, és pusztán azért, mert éppen nincs elég férfi, ettől nem fosztathatnak meg. De ez csak rendkívüli helyzetekben, esetekben lép érvényben, akkor viszont nemzetmentő lehet. Ezért őrizték meg. Ez a hanyadik kötetben? Ez a... Te igazat adok neki egyébként. Ez az Aja. Aja könyvében van. Aja könyvében. Érdekes ilyen szemmel is nézni, hogy mi az, ami tényleg betonolat meg nagyon fontos, és mi az, ami esetleges vagy. Szóval fontos ezt átszűrni, elkülöníteni, és tényleg kritikus szemmel nézni, még a jótengvétet is, annál is inkább, mert a tudók erre intettek. Hogy ne higgyél, hanem győződj meg. Gondolj végig, győződj meg. Ne fogadj el eleve elrendelésként mindent. Csak azért, mert ő mondta, ő állítja, ő írja. Ez szerintem teljesen jó, és érdemes összevetni a többi nagy vallástételeivel is. Egyébként, amikor kérdeztem, hogy mennyire élhető alap, ez erre is gondoltam, hogy leszűrni, elkülöníteni. Ezt egy idő után az ember, hogyha sokat forgatja a jót említett, különben ez úgy, ahogy sikerül is, tehát adódik. Igen, igen. Vannak olyan részek, amik úgy megragadnak, amik úgy ülnek és tényleg, és akkor ez. És az is elég sok. És tisztelet a harcosainak is, katonáinak is. Ennek a tényleg, nem csak bátyának, hanem néked is. Hát ez egy ilyen érdekes dolog, mert könnyen tévedhetünk. Tehát rekonstruálni is kell dolgokat, meg kell érezni, hogy mi hogyan lehetett, meg lehet. Nekem például nagyon érdekes az, hogy gyerekek milyen természetességgel fogadják például a jótengvét teremtés történetét. De is rajzolták gyönyörűen, hogy a jelképviségét mennyire érzik. Ez valahol hitelesíti. És hogy elfogadják meg, hogy valahogy úgy, mint az egyik gyerek, amikor hozta be a történelem könyvét, és abban egyfajta teremtés történet volt, hogy volt az öreg Isten, és ő teremtette a hit legenda szerint a világot, és akkor elém csapta Jani a könyvet, hogy azt még a könyvnek se hiszem el, hogy az öreg Isten Szigli volt. Ezt mondtam, hogy a jótengrit legendája szerint nem is. És akkor elmondtam neki, és a végén azt mondta, hogy ennek legalább van értelme. Dolgunk kiki képessége szerint tovább vinni ezeket a gondolatokat. Gondolataival, szavaival, életével. Már csak a jó szomszédság törvényét néha meggondolnánk, hogy mindent szabad, ami nem árt másnak. Hát te meg, aki a nyelvünket cikizi, vagy... Aztán így bekerül. Vagy a kultúránkat, vagy az idegen Isten. Hát hogy ne kényszerítségre. Ez már megtörtént. Már megtörtént, de most is azért. De ne legyen, igen. Sok-sok-sok megfontolandó van ebben. De még itt a menjünk haza. Menjünk.